mikor Szent Péter az Úr Jézus járta a világot, egyszer egy nyári napon nagy meleg volt, nagyon megszomjaztak. Eltévedtek, mentek ide, mentek oda. S hát egyszer csak odaérkeztek egy nagy buzatábla széjébe. S látták, hogy ott van egy nagy vackorfa, alatta döglik egy nagy gabdán legény. Oda mennek, semmit nem szól a legény, csak alszik, szóval akkor oda menjen hozzá Péter, s megrázta. Hé, legény, mondd meg nekünk, merre kell menni Jeruzsálembe. A legény olyan rest volt, olyan nagy balán rest volt, hogy egyet rugott a lábával, de nem szólalt meg. Még arra is rest volt, hogy megszólaljon. Rugott, hogy arra. Na, Péter megmérgelődött. Mondta, uram, én úgy odavágom ezt a legényt a földhöz, hogy a nyaka kitörik. Péter, fiam, ne veszekedj. S ne verekedj, mert egyszer meglátod, egy verését, kettőt kapsz. Na, ott hagyták a restlegényt, mennek tovább. Egyszer csak odaérnek egy patakhoz, s ott a patakba áll egy ügyes leányocska, súlykolja a ruhát, úgy jár a kezébe a súlyok, hogy rettenetes. Oda szól Jézus neki, édes leányom, utoljárók vagyunk. Megszomjaztunk, tudnál-e egy kis vizet adni? Igen, igen, tudok, bácsikáim, jöjjenek csak. De üljenek csak le egy minutára. Elfutok a forrásra tiszta vizet hozni, és friss vizet, mert ez már megmelegedett. Na, elfutott a leány friss vízért, megitatta a szomjasokat. Köszönték, hálálták neki erőst, és aztán tovább mentek. Azt mondja Péter, mikor már egy kicsit elhaladtak. Jaj, uram, micsoda különbséget láttunk, az a nagy gabdán legén. Arra esrest volt, hogy a száját kinyitsa. És itt van ez a szegény kicsi leánka, mennyi dolga van, és milyen szüves volt, hozott nekünk friss vizet. Hát bizony, Péter, így van, de hallod-e? Ez a restlegény, és az az ügyes leánka egy pár lesznek. Uram, ez nem lehet, ez nem igazság. Péter, fiam, gondolkozz, mi lenne a világval, ha minden ember olyan rest lenne, mint az a legény. Hát azok még a saját tetőiket se tudnák kitakarítani. És mi lenne a világval, ha olyan serények lennének az emberek, mint ez a leánka volt. Annyit dolgoznának, hogy közben még az Istent is elfelejtenék. Tudd meg, Péter, így lesz a jó, a restlegény vegye el a serény leánkát. És azóta, mióta világ, mikor összekerül egy fiatal pár, mindig összekerül egy serényebb becske, s egy restebb becske. S így telik be az élet.